Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, fennállva énekeljük a 30. Zsoltárunk első és harmadik versét. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 217. dicséretünket minden versével, bűnösök hozzád kiáltunk. Thank you.
Jöjjetek, testvéreim, halljuk meg Istenünk igéjét. Mózes második könyvéből a 20. rész első 6 versét olvasom. Akkor mondta el Isten mindezeket az ígéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok, ezerízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei édesatyánk, szeretjük a te házadat, szeretjük a te törvényedet, szeretjük a te szavadat, és áldjuk a te nevedet. És várjuk most is a te szavadat, várjuk most is, hogy közösségedbe vonj minket magaddal. Megvalljuk, Urunk, hogy bár szeretjük törvényedet, mégis oly sokszor rosszat cselekszünk. Megvalljuk, hogy szeretjük, ismerjük a te szavadat, mégsem mindig úgy cselekszünk, ahogy te szeretnéd. Urunk, most nem magunkban bízva, hanem a te irgalmasságodban bízva jövünk eléd. Hozzuk a mi bűneinket, mulasztásainkat, de kérünk téged, hogy legyen rajtunk most és minden időben, gyermekeinken is, utódainkon is a te áldásod, a te kegyelmes szereteted. Küld szent lelkedet, hogy ébresszen föl bennünket, hogyha éppen most szunyókálunk. Küld szent lelkedet, hogy adjon tisztánlátást, hogyha éppen nem figyelünk a te szavadra. Küld szent lelkedet, hogy indítson bennünket a jó cselekvésére. Áld és szenteld meg ezt az időt, amit most veled és egymással töltünk itt a te házadban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az igehirdetés meghallására a 221. dicséretünk első és 6. versét énekelve. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva,
Ezékiel próféta könyvéből olvassuk tovább az írást. A 18. fejezet első 4 verséből, valamint a 25-től a fejezet végéig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él, és meghal, azért hal meg, mert álnokul élt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza ezt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Kedves testvérek, bizonyára sok közmondást ismerünk, olykor használunk mi magunk is. Most itt az Úr visszakérdez, mert hogy Izraelben is gyakran mondták Ezékiel próféta idejében is, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Van benne valami részigazság, nyilvánvaló. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy ez általánosítható. Biztos, hogy mindig így, biztos, hogy minden helyzetben ez így igaz, nem lesz ez kegyetlenség a végén. Menjünk egy kicsit sorba. Annak idején Izrael fiai is bizonyára hivatkoztak arra a bibliai szakaszra, amit az előbb hallottunk Mózes második könyvéből, a 10 parancsolat mondataira, hiszen ott valóban azt olvassuk, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen generáción át. Csak hogy a mondatnak van folytatása is. De irgalmasságot cselekszek ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek. Bizony Ezékiel kortársai is, és gyakran más nemzedékek tagjai is, könnyen belesnek abba a hibába, hogy a bibliai üzenetnek egy részére fókuszálnak csak, a másik részét úgy elfelejtik. És itt is, ha csak a 10 parancsolatban előbb idézett mondatra gondolunk, annak az első felére, akkor igaz, az apák ették az egrest, a fiak foga vásott el tőle. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. De van folytatása. Nincs vége a mondatnak. Akik gyűlölnek engem, számoljanak tettei következményével,
de ezer íziglen, megszámlálhatatlan nemzedéken át irgalmas és kegyelmes szeretnék lenni. Igen, nagy figyelmeztetés ez nekünk, most élő nemzedéknek, nekünk szülőknek, nagyszülőknek, hogy tetteinknek van következménye. Azért is megdöbbentő, és el kell, hogy gondolkoztasson ez a bibliai szakasz, mert az a világ nem volt annyira individualista 2600 évvel ezelőtt, mint a mi világunk. Mégis elhangzik a személyes felelősségről szóló tanítás. Elhangzik figyelmeztetésként, vigyázzak, mert amit teszek, vagy nem cselekszek meg, amit mondok, vagy nem mondtam, pedig kellett volna, annak nem csak az én életemre lesz hatása, meg éppen akik itt mellettem, körülöttem vannak, hanem az utódaimra, esetleg azokra is, akik engem személyesen nem is ismerhettek. Figyelmeztetés a 10 parancsolatban mindez, a mondat első fele. Ebből Ezékiel kortársai gyakran egy szögletes, sarkos törvényt csináltak, márpedig ez így van, karmaszerűen, végzett hitszerűen hangoztatták, az Isten megbüntet. Biztos valamit elkövetett az apád, anyád. Emlékezzünk csak a vakon született meggyógyítása történetére. Oda mennek Jézushoz a tanítványok, és azt kérdezik, Mester, ki vétkezett? Ez vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Valami bűnnek kell lenni a háttérben. És akkor Jézus azt mondja, nem ez vétkezett, nem is ennek a szülei. Mindez majd az Isten dicsőségét mutatja. Nem a ő vétke, és nem a szülei vétke miatt vásott volna bele a foga, azaz volt vakon született. Igen, nagyon komoly figyelmeztetés a 10 parancsolatban. Ma még inkább komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ne pazaroljuk el az ivóvizet, mert a világ bizonyos részein ma 5-10 kilométereket gyalogolnak egy műanyag kannával, hogy találjanak egy kis ivóvizet. Ne pazaroljuk el a föld energia készletét, mert az unokáink elől lopjuk el. A mi pazarlásunk miatt szenvedhetnek majd az utánunk jövők, akikről persze azt mondjuk, hogy nagyon szeretjük őket, csak elszeretjük előlük azt, amit az Úristen nekik szeretett volna adni, mert mi fölöslegesen pazarlunk. Figyelmeztet tehát, hogy ember, tetteidnek következménye van. Vedd komolyan. És ez a következmény harmad-negyed íziglen. 3-4 generáció. De ezer íziglen. Látjuk az arányt, az aránytalanságot. Ezer íziglen irgalmas akarok lenni azokhoz, akik engem szeretnek. Nagyon szépen kiegészíti, szintén Mózes második könyvében, csak nem a 20. fejezetben, ahonnan a 10 parancsolat részletét hallottuk az előbb, hanem a 34. fejezetben, és magyarázza az ige önmagát, amikor ott egyenesen így olvassuk, hogy az Úr de megtartja szeretetét ezer ízig, és megbocsát, és a bűnt megbocsátja. Megtartja szeretetét, bár nem hagyja büntetés nélkül a bűnt. Egyszerre van jelen kettő. Mi pedig könnyen beleesünk abba a hibába, hogy vagy csak az egyiket, vagy csak a másik részét vesszük komolyan. Megbünteti, és akkor nem akarunk a kegyelemről tudni, legalábbis másokkal kapcsolatosan nem. Mi elfogadjuk a kegyelmet, abból mi élünk, de másfelé irgalmatlanok tudnánk lenni. És azt szeretnénk, hogy az Úristen is ilyen lenne. Igen, megtartja szeretetét, megbocsátja a bűnt, de azért a bűnnek van büntetése is. A kettő együtt igaz. Nem véletlen fogalmaz a példabeszéde könyve 13. fejezete így, a jó ember örökséget hagy még unokáinak is, akiket vagy ismer, vagy ne talán nem ismerhetett.
Vagy őt vagy ismerhették, vagy nem nagyon az unokák. De még neki is, igen, hat a cselekedetünk, és annak következménye a következő nemzedékekre is. Vagyis nem magánügy, mint ahogy oly sokat nyomták, hogy a vallás magánügy, és ma is még mindig nagyon sokan így gondolkoznak. A kereszténység a legszemélyesebb közügy. Hitünknek másokra is van hatása. Ez nem magánügy. Azt a marxizmus szerette volna az emberekkel elhitetni, hogy bezárja a szívükbe, meg bezárja a templom falai közzé. Nehogy már hatással legyen az evangélium másokra. De az élet is megcáfolja azt a tételt, és hát a Szentírás pedig végképp mást mond. A legszemélyesebb közügy, ember figyelmeztet az Úr, szülő figyelmeztet az Úr, vigyázz, mert nem csak magadra hat mindaz, amit teszel, vagy nem cselekszel, hanem az utánad jövő nemzedékre. Ez közös ügy, másokat is érintő ügy, következménye van tetteinknek. Ez az egyik nagyon fontos igazság. Ezékiel kortársai csak ezt próbálták, hogy igen, büntessen meg az Úristen. És megdöbbentek, amikor ez nem így működött. Mint ahogy megdöbbentek Jézus kortársai is, hogy mi az, hogy nem ez vétkezett, vagy a szülei. Hát vakon született. Valami bűnnek kell lenni a háttérben. És Jézus azt mondja, ne ilyen sablonosan gondolkozzatok. Ennél sokkal összetettebb a világ és az Isten kegyelme. Sokkal nagyobb. Vagyis beszélnünk kell a személyes felelősségről. És Ezékiel könyvének mostanában olvasható fejezetei a személyes felelősségre irányítják a figyelmet. A személyesre. A 18. fejezet 19. versében ezt kérdezték Ezékiel kortársai, és nagyon megragadó, hogy Ezékiel újra és újra hivatkozik, idézi a kortársakat, hogy ők mit mondanak, és arra próbál válaszolni. Ha a gyülekezeti hétvége előadásaira gondolunk, a kontextus, tehát az összefüggésbe való belehelyezés, az nagyon fontos. Hát Ezékiel így szólt. Rajta keresztül így szólalt meg az Úr üzenete. Valamit mondtak, állítottak a kortársak, és erre jött a válasz. Nos, az egyik ilyen állítás kérdés formájában tették föl, miért nem bűnhődik a fiú az apa vétkéért? Mert szerintük bűnhődnie kell, és ez nem lehet másképp. De lehet másképp is, mert van irgalom és kegyelem. És ez a mondat második fele, hogy de ezer ízziglen irgalmasságba cselekszek, nem nullázza le az első felét, hogy vigyázz, mert harmad-negyed ízziglen tetteidnek hatása lehet. Akár jó, vagy akár rossz hatása is. A kettő együtt igaz. A személyes felelősség tehát itt áll előttünk. Ezékiel kortársai is gyakran, talán kicsit önsajnálattal, talán önmaguk mentegetésére is. Hát igen, hát az atyák vétke. Mindent rá lehet kenni az ősökre. Na és mi engedelmesek vagyunk? Minden rossznak csak az ősök lehetnek az okai? Ilyen is lehet. Ezt is komolyan kell vennünk. De a 10 parancsolat előremutatóan figyelmeztet. Itt viszont Ezékiel kortársai visszafele akarták ezt görcsösen erőltetni. Nos, az áthárítási cél, hogy rólam ne legyen szó. Minden rossz, ami van, annak mások az okai. Emlékezzünk a Éden ben olvasható történetre. Ádám, mit tettél? Én? Hát az asszony, akit mellém adtál, te. Hárítani, másra kenni, az előző generációra kenni mindent. Figyelmeztet az ige, van összefüggés,
de ne csinálj belőle merev törvényt, mert akkor az Isten irgalmát, kegyelmét kizárod. A személyes felelősség, ezt olvastuk itt az előbb, azt mondja az Úr, annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezett. Ez a személyes felelősség. És ez megint nem nullázza le azt, hogy de vigyázzak, mert tetteim hatással vannak a gyermekeimre, az utánam jövő nemzedékre. Olyanokra is hatással lehet a mi mai életünk, akiket mi nem is ismerhettünk, mert majd talán 50 év múlva születnek meg. De hogyha bizonyos dolgokat nagyon elrontottunk, akkor lehet, hogy még 50 év múlva is hatással lesz. A személyes felelősség, amit itt az Úr nagyon hangoztat, mert hogy az akkoriak egy ilyen közmondásszerű részigazságot abszolútizáltak és mögé bújtak, az apák ették meg az egrest, a fiak foga vásott el tőle. Uram, akármit mondasz, mindent az apákra fogunk kenni. Mindennél mások a felelősek. Az Úr meg azt mondja, hogy van összefüggés, ez egy részigazság. De most veled beszélek, ember, te mit teszel? Annak a léleknek kell meghalni, aki vétkezik. Az igaz és a bűnös is megkapja, amit érdemel. Olvashatnánk, ha végigolvastuk volna a 18. fejezetet, a 20. versben. Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, ezt viszont olvastuk az előbb, a 30. versben. És ami a csodálatos, amivel zárult a felolvasott szakaszunk, azt mondja az Úr, nem kívánom a bűnös halálát, kárhozatát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Mert én irgalmas is vagyok, szent vagyok, bűnt gyűlölő, számon kérő és megítélő. De van kegyelmem is, van irgalmam is, és lehet újat kezdeni. És ez a kettő együtt igaz. Ebből ne részigazságot csináljunk, és azt örök törvényként hangoztassuk. Mert akkor nem igeszerűen gondolkozunk, bár igéket idézhetünk hozzá, mert akkor ugyan mi elfogadtuk az Isten bűnbocsátó kegyelmét, de mások nem kaphatnak belőle. Ők csak hadd bűnhődjenek, akkor nem igeszerint gondolkozunk. Hogyan lehetséges persze mindez? Hogy lehet ez, hogy igaz a harmad-negyed íziglen, igaz az is, abban is van igazság, hogy tetteinknek hatása van az utánunk következő nemzedékre, és hogy lehet igaz a másik része is, hogy de irgalmas leszek, de kész vagyok megbocsátani, de lehet változni. Ez nem egy ilyen kikerülhetetlen törvény, mint bizonyos távol-keleti vallásos elképzelésekben találkozunk vele, hogy amelyik kaszba, főleg ha legalsóba születtél, abból soha nem törhetsz ki, akárhányszor újra születel valamilyen formában. Ez nem evangélium. Az evangélium az a Szentírásból szólal meg, hogy lehet változni. De hogyan lehetséges ez? Hát nem a mi érdemeinkért, ahogy az előbb énekeltük Luther énekében. Az embernek nagy a bűne, de nem a mi érdemeinkért lesz bocsánat. Az Ószövetség nagyon szép kifejezéssel fogalmazza meg azt, amit az Új Szövetség is mond, hiszen az Úr így szól, az én nevemért leszek irgalmas. Nem a te jóságodért, az én nevemért irgalmas, kegyelmes leszek. És példaként idézi, elmondatja Ezékiel prófétával Izrael történetének egy korábbi eseményét. Jó fél ezer évvel korábbról az Egyiptomból való szabadulás történetére emlékezteti a próféta által az akkori nemzedéket. Nevezetesen, hogy amikor jajgattak, sírtak és az Úrhoz fordultak, kihozta őket Egyiptomból,
Aztán a pusztai vándorlás idején meg ott zúgolódtak, háborogtak, menjünk vissza Egyiptomba, már megint manna van, már unja a lelkünk. Hol van az az Isten egyébként is? Elkezdenek zúgolódni, háborogni. Mózes kétségbe esetten könyörög, amikor az Úr azt mondja, hogy eltörlöm ezt a népet, mert a tetteinek ez lenne a büntetése. És Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki, Uram, de kegyelmez még. És most erre emlékezteti Ezékiel által a népet, hogy másként bántam velük. Nem tetteik szerint, hanem irgalmasan, hogy ne gyalázzák a pogány népek a nevemet. Hogy kihozta Egyiptomból, de már nem tudta a pusztán keresztül vezetni őket, már nem tudott gondoskodni róluk, már nem tudta bevinni az ígéret földjére, ne csúfolódhassanak nevemért. Kegyelmezek nekik. Adok új lehetőséget. Hogyan lehetséges mindez? Úgy, hogy nem tetteikért, hanem ahogy az Ezékiel könyve 20. fejezet 44. versében is olvassuk, azt mondja az Úr, az én nevemért kész vagyok az ezer íziglen irgalmas ígéretet teljesíteni. Hogy mondjuk ezt az új szövetség nyelvén? Kegyelemből. A Krisztus érdeméért. Nem mi érettünk, nem a viszonylagos jóságunkért, hanem a Krisztus érdeméért van bocsánat. De még mindig igaz a figyelmeztetés, vigyázz, mert tetteid hatnak. Következményei akár nemzedékeken keresztül is ott jelen lehetnek. De mielőtt teljesen kétségbe esnénk, vagy kegyetlen törvénykezők lennénk, az apák ették meg az egrest, a fiak fog a vásod bele, vagyis másokra kezdenénk mutogatni, azt mondja az Úr, de hatalmas az irgalmam. Nagyobb az irgalom, mint az ítélet. Olvassuk máshol a Szentírásban. Egyenesen így, hogy dicsekszik az irgalom az ítélettel szemben. Végül is akkor nyugodtan hátradőlhetünk? Azért olvastunk itt valamit még. Nevezetesen azt, hogy újuljatok meg szívetekben és lelketekben. A gyülekezeti hétvégénknek ez volt a címe. Hogy újuljatok meg lelketekben, elmétekben. Ezékiel könyvében van ez a felszólítás, de a szórólapon azt olvastuk, hogy Efézusi levél. Mert Pál apostol innen, Ezékiel könyvéből idézi, amikor ott az Efézusi levél 4. része, 23. versében ezt írja, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ennyire együtt van az Ószövetség és az Új Szövetség. Nos, igen, azt olvastuk itt, hogy ha a bűnös megtér, akkor irgalmammal fog találkozni. És ez a nagyobb. Vagyis van, amit nekünk kell tennünk. Térjetek meg, legyen az irány jó, új szövetségi nyelven legyetek Krisztus követők. Másodszor, hagyjátok el vétkeiteket, tehát a részletek is kezdjenek akkor változni, ezt nevezzük megszentelődésnek, új szövetségi kifejezéssel. És így érkezünk el oda, hogy mindez úgy lehet, hogy újuljatok meg szívetekben, lelketekben, és ennek jó gyümölcsei lesznek. Ez az egyéni megújulás kihat a közösségre, családra, gyülekezetre, nemzetre. Mit mondtak Ezékiel kortársai? Bármi is történt, vagy vétkeztek, hát az apák ették meg az egrest, most mi bűnhődünk miatta. Mindent másra fogni, minden valonnan máshonnan gyűrűzött be, mint ahogy ezt sokszor hallottuk évtizedekkel ezelőtt. És mi? Mi mit tettünk? Kedves testvérek, újulásra, megújulásra hív az Úr bennünket. Ahogy hívta Ezékiel kortársait 2600 éve,
és ahogy bennünket is hív, és arra a biblikus látásra hív, hogy ne csak az egyik, másik, harmadik bibliai igét a magunk gondolata szerint hangoztassuk, vagy megint néhány más igét a magunk gondolatai szerint, hanem a maga egészében. Így figyelmeztessen hívjon bűnbánatra, önvizsgálatra, és fegyelmezzen, hogy harmad és negyedíziglen ember vett komolyan, van tetteidnek hatása. De mégis lehet nagy változás és újulás, mert nagyobb az irgalom és a kegyelem. Bizony láttunk már arra is példát, amikor csapnivaló szülőknek egész normális gyermeke lett. Pedig hát azt kellett volna mondani, hát micsoda rossz példát láttak, ez már csak ilyen lehet. Nehogy ilyen sarkos gondolkozással ilyenné tegyük. És arra is látunk már példát, hogy viszonylag tisztességes szülőknek, uram bocsánat, hitben járó szülőknek meg valahova nagyon elsodródott a gyermeke. Ne csináljunk részigasságokból abszolútnak vélt törvényt, hanem merjük észrevenni a figyelmeztető szót, merjük komolyan venni szavainknak, tetteinknek következményét, és jó reménységgel bátran bizakodhatunk abban, hogyha minden igyekezetünk ellenére mégis követtünk el hibát, és annak is lesz hatása környezetünkre, de megbánjuk, megvalljuk, az Isten irgalma nagyobb az ítéleténél. Kész megbocsátani. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, hogy gondviselő szereteteddel körülveszel, fölhozott napodat jókra és gonoszokra, esőt adsz ide és oda is. Köszönjük szeretteinket, mindazokat, akik előttünk jártak, vagy körülöttünk élnek, és jó példákat adnak. Köszönjük útmutató szavadat, és legfőképpen nevedért, felénk áradó irgalmasságodat. Bocsásd meg nekünk, amikor mi, bár elfogadtuk bűnbocsátó kegyelmedet, mégis gyakran önmagunk felmentésére, vagy mások vádolására törvényeskedő módon gondolkozunk. Bocsásd meg, amikor ehhez még bibliai igéket is gyűjtünk, és szavad többi részéről megfeledkezünk. Bocsásd meg, amikor a személyes felelősséget nem nagyon vállaljuk, amikor mindent, a magunk vétkét is másokra szeretnénk hárítani és fogni. Segíts meg, nevedért, irgalmadból, hogy hozzátérve elhagyjuk vétkeinket, hogy megújuljunk szívünkben, lelkünkben, hogy egyre inkább odaszenteljük életünket. Így áld meg napi munkáinkat, tanulásunkat, családi közösségünket. Ezzel az irgalommal fordulj felénk, és segíts, hogy mi is így forduljunk mások felé, akik megfáradtak. Légy a betegekkel, gyászolókkal. Könyörülj azokon, akik talán éppen családtagjaikkal kapcsolatosan kétségek között hánykolódnak. Most az úrvacsora által is segíts, erősíts a kegyelemben, az irgalomban, hogy megújuljunk, jobban dicsőségedre éljünk, és áldással legyünk környezetünk számára is. Amen. Helyünket elfoglalva az úrasztalához készüljünk a 449. dicséret első és hatodik versét énekelve. Thank you.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindenható édesatyánk, magasztalunk téged a te hatalmadért, a te erődért, a te dicsőségedért, a te szavadért, amellyel világot alkottál, és tökéletesen teremtettél. Abba rendet elhelyeztél, nekünk életet adtál. És ma is te irányítod, ma is a te gondviselésedbe esik minden, ami ebben a világban történik. A te hatalmasságodhoz semmi sem ér fel. De amikor magunkkal szembenézzünk, nem azt látjuk, hogy nem vagyunk elég nagyok, hanem azt érezzük, hogy túl kicsik vagyunk, hiszen bűnösök vagyunk. És amikor látjuk az életünket, visszatekintünk rá, érezzük, hogy újra meg újra le kellett, hogy boruljunk előtted. Mi újra meg újra itt vagyunk, és újra meg újra a bűneinket hozzuk eléd. Csodálatos a te szereteted, hogy nincs, még sincs eleged még belőlünk. Csak a bűnből volt. És ezért küldted el a te egyszülött fiadat, hogy ne nekünk kelljen elhordozni egész bűnös életünk és összes bűnünk következményét, hanem ő magára vette azt. Urunk, ezért tehetjük meg, és ezért adunk hálát, hogy itt lehetünk, és mégis megbánhatjuk újra meg újra bűneinket, mert tudjuk, hogy nálad van a bocsánat. Ezt a kegyelmet kérjük most is tőled, és ebben a hitben adunk neked hálát most. Ámen. Bűneik megvallása után tegyünk vallást hitünkről, az apostoli hitvallást mondjuk el együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Már a tartásunk és hitvallást ételünk után a szent hegyek vétele előtt feleljünk együtt a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneinknek bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fia érdeméért mindannyiunknak. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és járuljunk a szent asztalhoz, alázatos szívvel, de a megváltottak örömével. Thank you.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úr is szent vacsora sákramentumát, így éltek vele hitvalló őseink, és Isten kegyelméből élhettünk vele most mi is így. Mielőtt hazatérnénk, hallgassuk meg Isten igéjét, amint int bennünket a szent és hálás életre, a Kolossi beliekhez írt levélből. Tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmossá tettiteket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk, hogy részeltettél bennünket a Szent Sákramentumban, és közelebb hoztad hozzánk azt az örömhírt, hogy Jézus értünk valóban áldozatot hozott, hogy megváltott minket. Most a hálaadás mellett könyörgünk is, Urunk. Segíts bennünket abban, hogy ne csak egy helyben álljunk, hanem tudjunk előre haladni a megszentelődés útján. Tudjuk levetkőzni bűneinket, tudjunk egyre többről is többről lemondani, tudjunk irgalmasabbak lenni, szeretetteljesebbek lenni, másokra jobban odafigyelni. Erre taníts bennünket itt a közösségben, amikor összegyűlünk hétről hétre, és segítsd ezt gyakorolni, amikor innen kimegyünk azokhoz, akiknek ugyanúgy szüksége van a te szeretetedre és megváltásodra, mint amire nekünk naponként. Kérünk, áldj meg bennünket, élj bennünk a te szent lelkeddel. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, az elmúlt héten hálaadó szívvel a gyülekezeti perselyünkbe 144.890 forintot, gyermekórások perselyébe 2.700 forintot, és egyház fenntartó járóléként 29.000 forintot adományoztunk. És a külön perselybe, ami most is erre a célra van kitéve, azaz elektromos zongora vásárlásra, azért, hogy a zongorát, mint hangszert tudjuk hangosítani, és hiszen a pianinót nem tudjuk megfelelően mikrofonokkal hangosítani templomi használatra, illetve hogy a táborba tudjunk hangszert vinni, mert eddig, amit vittünk, az nem gyülekezeti hangszer, azt mindig kölcsönkértük másoktól. Úgyhogy erre gyűjtünk, az elmúlt héten 43.000 forint érkezett, és most is erre a célra helyeztük ki a külön perselyt. Az adományokat köszönjük, és a mai alkalomra is szólít bennünket az ige. A példabeszédek könyvéből van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Az elmúlt héten búcsúztunk a 69 évet élt Tóth Bálintné Zolnai Irmától. Az ő temetésén a 71. Zsoltárból hangzott Isten igéje, a 16. vers. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem. Egyedül igazságodat emlegetem. Az Úr adjon vigasztalást és erőt a gyászolóknak.
A ránk következő héten minden kis csoportot megtartunk a megszokott rend szerint. A szombati napon kerül sor a gyülekezeti női nap megtartására. A délelőtti részre már betelt a jelentkezés, azokkal együtt, akik esetleg még csak szóban jelezték. Viszont a délutáni ruhatúri, az nyilvános mindenki számára, ez egy órától kezdődik. Tehát erre bátran bárkinek lehet jönni. Várjuk a felajánlásokat, tartós élelmiszer felajánlást a rászorulók számára, ezt a Kék Vödör akció keretén belül fogjuk eljuttatni. Megjelent a szivárvány, az érdeklődők istentiszteletének anyagával, ezt a kijáratoknál lehet megvásárolni. A könyvtár pedig nyitva várja a további olvasmányokra vágyókat. Két fontos vasárnap előtt állunk. A jövő vasárnapon, november 19-én a presbiter jelöltek bemutatása lesz. Ekkor fogunk egy fényképes lapot is a bemutatkozással odaadni mindenkinek, aki itt lesz. És az azutáni vasárnapon, november 26-án lesz a választás, a presbiter választás. A 20:30-es és a 21:30-es istentiszteletek utáni egy órában. Választásra azok jogosultak, akik 18. életévüket betöltötték, és a 2016-os évben már a névjegyzékünkben szerepeltek, azaz a gyülekezet fenntartásához anyagiakkal is hozzájárultak. Tehát nekik van választójoguk. Az úrvacsorán, a Szent Közösségen az első istentiszteleten 169-en, és most a másodikon 196-an vehettünk részt, és ünnepelhettünk együtt. Énekeljük záró énekünket, a 442. ének 6., 7. és 8. versét.